Megkezdődtek a csoportkör utolsó fordulójának mérkőzései a Katari világbajnokságon. Most már nincs pardon, aki veszít, kiesik, és már meg is vannak az első áldozatok. Az A csoportban, ahogy az várható volt, Katar sima 2 0 vereséget szenvedett Hollandiától, így a VB történetében úgy marad meg, mint az első házigazda, amely pontot sem szerzett. Korábban csak Dél-Afrika nem tudott továbbjutni a házigazdák közül a csoportkörből, ám az afrikaiak akkor nem kevesebb, mint négy pontot gyűjtöttek. A csoportban az izgalmasabb mérkőzést azonban Szenegál és Ekvádor vívta, hisz mindkét fél győzelem esetén tovább jutott volna. A szenegáliak közvetlenül szünet előtt jutottak előnyhöz büntetőből. Ekvádor, amelynek döntetlen is elég lett volna, a 67. percben egyenlített, azonban csak három percig örülhetett, mert Kulibáli a 70. percben belőtte Szenegál győztes találatát. Ez az első alkalom 1990 óta a világbajnokságok történetében, hogy afrikai csapat dél-amerikai együttest tud legyőzni. Akkor Kamerun verte a nyitó mérkőzésen a címvédő Argentínát a vb egyik legnagyobb meglepetéseként. A B csoportban rendezett brit rangadón Anglia nem volt tekintettel Wales továbbjutási ambícióira, és szünet után két gyors gollal gyakorlatilag eldöntötte a csatát. Végül a 3-0-ra nyert. Nagyobb érdeklődés övezte azonban az Egyesült Államok Irán meccset a politikai körítés miatt. A veszélyesebben támadó amerikaiak Pulisics révén még az első félidőben vezetéshez jutottak, aztán a második félidőben hiába rohamoztak a perzsák, képtelenek voltak bevenni az amerikai kaput. Ez volt az Egyesült Államok egyetlen győzelme a csoportban, de ez is elég volt, hogy tovább jusson, míg Irán és Velsz csomagolhat. Az utolsó forduló mérkőzéseit a csoportkörben csoportonként egy időben játszák, hogy egyik meccs eredménye ne befolyásolja a másikat. Nem volt ez azonban mindig így. A rendszert csak 1986-tól alkalmazzák, mindezt pedig azért, ami az 1982-es spanyolországi vb történt. A második csoportban Németország, Ausztria, Chile és Algéria került. Miután az afrikai csapatok abban az időben még hagyományosan biztos áldozatnak számítottak, hisz előtte soha nem győztek le európaiakat, Németország úgy lépett pályára Algéria ellen, hogy 7-8-at rúg. Hatalmas meglepetése azonban nem rugott, csak egyet kapott, viszont kettőt. Utóbb aztán Algéria kikapott Ausztriától, de mindenki legyőzte Csillét. Így az utolsóként játszott Németország-Ausztria találkozó előtt tudták, ha a németek egy vagy két gollal nyernek, mindketten tovább jutnak. Minden egyéb eredmény esetében Algéria megelőzi valamelyiküket. A következmény Krúbes a tizedik percben vezetést szerzett a németeknek, aztán 80 percig látványosan nem történt semmi. A német kommentátor közölte, hogy ami a pályán történik, annak semmi köze a futballhoz. Az osztrák pedig arra bíztatta a nézőket, kapcsolják ki a tévéket, majd tüntetően felhagyott a közvetítéssel. Az egyik spanyol lap a bűnügyek között hozta le a meccs krónikáját. Algéria óvott, de a FIFA hivatalos szabályszegés nem tehetett semmit. Azóta azonban a csoportzáró mérkőzéseket egy időben játszák. Ha nem Cristiano Ronaldo lett volna a főszereplő, talán senkit sem érdekel, hogy végül kinek írják be a portugálok első golját Uruguay ellen. Így azonban, miután elsőre mindenki azt hitte, hogy Ronaldo megszerezte 9. VB találatát, végül a labdát beadó Bruno Fernándesnek adták hivatalosan a gólt. Nem egyértelmű ugyanis, hogy Ronaldo súrolta-e fejjel a labdát, így azonnal beindult a portugál sztárral csúfolkodó mémgyár, hogy miként is járna neki a 9. VB gól. Például, ha afró frizurát növeszt. No, de a hajszálával lehet így is hozzáért a labdához és ha már búcsúzott, azt tudta el, hogy Wales korábban mindössze egyszer jutott ki világbajnokságra. Idén, 64 év után vett részt másodszor. 1958-ban három döntetlennel három pontot gyűjtött a csoportban, ugyanannyit, mint Magyarország, amelynek azonban egy győzelme, egy döntetlenje és egy veresége volt. A mai pontszámolással a magyarok simán a velsziek előtt végeztek volna, akkor azonban csak két pont járt a győzelemért, és pont egyenlőség esetén rájátszás döntött a továbbjutó kilétéről. A magyarok elleni ráadást Velsz 2-1-re megnyerte, így Brazília ellen játszhatott negyed döntőt, amit 0-1-re elveszített. A brazil gólt a 17 éves Pelé lőtte, ez máig minden idők legfiatalabb játékosa által lőtt VB gól. Nem kellett sokáig várni, hogy női vezetőbíró dirigáljon férfi labdarúgó világbajnoki mérkőzésen a VB történetében először. Az úttörő szerepet a francia Stefani Frappárra osztotta ki a FIFA játékvezetői testülete, aki a csütörtöki Costa Rica, németország összecsapást irányítja. Segítői is nők lesznek a brazil Neuza valamint a mexikai Karen Díaz Medina. Eközben Kovács István újabb negyedik játékvezetői megbízást kapott, a hetediket. Ennyi fért mára, holnap pedig már ismét kevesebbet fog takarni Katar.